A cég fokozottan figyel arra, hogy a környező települések önkormányzataival, az ott lévő intézményekkel jó kapcsolatot ápoljanak. A Samsung mindig fontosnak tartotta, hogy a környékbeli közintézmények, települések, önkormányzatokkal szorosabbra fűzze együttműködést, és ezáltal a lehetőségekhez képest támogassa, megpróbálja támogatni. A különböző önkormányzatokkal régre menően visszanyúlik a kapcsolat, több évekre visszamenőleg. A cég megpróbálta lehetőleg a környékbeli önkormányzatokkal együttműködni, mivel a dolgozóink is ebből a szférából kerülnek ki. Páder István hangsúlyozta, az alkalmazottaik egészségének megőrzése kiemelten fontos, ezért jelentőségteljes számukra az együttműködés a kórházzal. Az intézmény már tartott szűrést, amely a visszajelzések szerint a dolgozók körében is nagy népszerűségnek örvend. Mivel elég jelentős, több mint 2000 dolgozó létszámmal rendelkezünk, itt különböző egészségügyi vizsgálatokat is szervez kihelyezve. Nagyon népszerű, az első sűrű vizsgálat is egy naposra volt tervezve, viszont a létszám annyira megnövekedett a jelentkezők létszáma, hogy két napot tulajdonképpen kihelyeztek, a kórház dolgozói kihelyezve dolgoztak itt. Stankovics Éva, a kórház ügyvezető igazgatója elmondta, a Samsung képviselői keresték fel az együttműködési szerződés ajánlatával, amelyet örömmel fogadtak, hiszen már korábban is kapcsolatban álltak egymással. A célja ennek az együttműködési megállapodásnak kettős. Egyrészt a Samsung részéről nyilván egészségügyi szolgáltatás igény merült föl, a részünkről pedig mindenféle eszköz, képernyő, monitor, műszaki berendezés igények vannak folyamatosan, mert ugye tudjuk, hogy a kórházban ezek elavultak, és így jött létre ez az együttműködési megállapodás, hogy fél évente valamilyen szűrővizsgálatot végzünk a Samsungban. A kórház decemberben több monitort kapott a vállalattól, amelyet a szülészeten helyeztek üzembe. Az ügyvezető elmondta, a múlt héten írásban is megerősítették a mindkét fél számára gyümölcsöző kapcsolatot.